Február 3-án folytatódik a labdarúgó NB2-es tavaszi szezon. A Gyirmót FC Győr már január első hetében elkezdte a felkészülést a rajtra. A tabella élén álló kék-sárga csapat keretéből két játékos távozott, de két új labdarúgó érkezett is a bajnoki címre törő együtteshez. Bejelen pillanatban Kamarás György a Balmazújvárosból, egy régi honvédnevelés, egy fiatal srác, egy csatárpozícióba megérkezett. Mindenki a helyén van, illetve hát a Lipták Zoli, hát annak meg ugye nyilvánvalóan nem kell magyarázni, hogy merre van előre. Egyből ugye a védelem tengelyébe egy vezéregyeniség lett. Én úgy gondolom, hogy elő kell hívni az őszi érzelmeket, és nekünk mentálisan kell most a csapatot fölhozni. Szerintem a Lipták Zolinak annyira nem kell segítenem, azért ő egy elég rutinos játékos, nagyon sokat tud segíteni szerencsére a csapatnak. Azért az ő rutinja az nekem is olyan, amit tudok tőle nagyon sok mindent tanulni. Szerintem nagyon jó lesz feljátszani. Igazából még hallottuk, hogy lehet lesz egy-két igazolás. Hát reméljük minél hamarabb, mert azért bele kell szokni a csapatba, és hogy mindig az új játékosoknak kell egy-két hét még összeszokni. Jövő hétvégén a Balmazújváros ellen folytatja a szereplést a gárda. Az eddigi felkészülési mérkőzéseken mutatott játékkal elégedett lehet a szakvezető is. A Haladás ellen sem kapott gólt a csapat, a szlovák első osztályú Trnava ellen pedig már a győzelem is megvolt. Játszottunk idáig két mérkőzést, játszottunk ugye a Szombathelyen egy nagyon izgalmas, illetve jó ritmusú mérkőzést, ott ugye igazából még a góllövéssel nem tudtunk mit kezdeni, még nem voltunk olyan helyzetben, hogy a játékosok még nem érezték annyira a játék ritmusát, de maga a játék az mindenképpen azért jónak tűnt. A következő meccsen pedig itt most már tényleg megjelentek azok a pozitívumok. Volt rengeteg helyzetünk, rúgtunk két gólt is. 2-3 hét szünet volt, inkább szerintem kellett ez a feltöltődés, mert azért nagyon sok meccs volt így egymás után. Azért voltak hetek, amikor 3 meccsünk is volt, sőt 2 hétig is. Úgyhogy én úgy érzem, hogy kellett ez a csapatnak ez a kis feltöltődés, és hogy még jobban összeszokni a társaság. A bajnokságig még két felkészülési mérkőzés biztos vár a gárdára. A következő ellenfél a szlovák első osztályú Sered, majd végül a Ménfőcsalak gárdája lesz az edzőpartnere a Gyirmótnak.